Az Axolotl. Az Axolotl egy passzív vízimob, amely a buja barlangok vizeiben él, és néhány más vízilényre vadászik. Az axolotlök a buja barlangok vizeiben spónolnak, illetve ott, ahol van egy agyagblokk, kevesebb mint 5 blokkal a spónolási pont alatt. Az axolotlök 5 színűek lehetnek, rózsaszín, barna, sárga, cián és kék. Utóbbi kettő szín nem fordul elő a való életben. Az axolotlök szaporítása során 1 az 1200-hoz az esélye annak, hogy az utód kék mutációjú legyen, más esetben az egyik szülő színét örökli. Az axolotlök passzívan viselkednek a játékossal szemben, és használni lehet rajtuk a kötél itemet. Ha a játékos megöl egy mobot, amivel az axolotl éppen harcol, 5 másodpercig regeneráció effektet ad a játékosnak, valamint eltünteti a bányász fáradtság effektet. Az axolotlök minden vízi élőlényt megtámadnak, kivéve a teknősöket, delfineket és békákat. Az epihalakat ugyanakkor megtámadják. Megtámadják a vízbe fulltakat is. Támadáskor egyszerre egy szívnyi damage-et okoznak. Miután egy axolotl megölte egy nem ellenséges mobot, van egy 2 perces türelmi idő, mielőtt egy újabb nem ellenséges mobot megtámadhat. Az axolotlök előbb támadnak meg egy ellenséges mobot, mint egy nem ellenségeset. Ha egy axolotl a vízben tartózkodva sebződik, halottnak tettetheti magát, és 10 másodpercre mozdulatlanná válik, miközben regeneráció 1 effekt van rajta. Az ellenséges vízimobok figyelmen kívül hagyják a magukat halottnak tettető axolotlöket. 1-3-hoz az esélye annak, hogy egy axolotl halottnak tettesse magát, és ilyenkor 2 szívnyi életpontot nyernek vissza. Továbbá, ha egy 0-tól 2-ig terjedő intervallumban lévő random szám értéke kisebb, mint a beérkező damage, vagy ha az axolotl életereje a sebzés beérkezése előtt kevesebb, mint 50%-a a teljes életerejének, halottnak tetteti magát. Az axolotl képesek elhagyni a vizet és a szárazföldön mászkálni. Amikor egy axolotl elhagyja a víz szélét, csupán 8-9 blokknyira távol el tőle, majd visszatér a vízhez, mindaddig, amíg van egy legalább 2 blokk mély víz az axolotl 16 blokkos körzetében. Ha nem talál ilyen vízforrást az említett területen belül, elindul keresni egyet, és ha 5 perc után sincs vízben, elpusztul. Az axolotlök figyelmen kívül hagyják az 1 blokk mély vizeket. Az axolotlök akkor is kiszáradhatnak, ha egy csónakban ülnek. A halakkal, delfinekkel és tintahalakkal ellentétben az axolotlök nem halnak meg a szárazföldön, ha esik az eső vagy ha vihar van. A legtöbb mobbal ellentétben és a tintahalakhoz hasonlóan az axolotlöket nem mozdítja el a vízfolyás, ugyanakkor a buborékoszlopok hatással vannak rájuk. Vízi mobokként extra sebzést okoz nekik az Impaling Enchant. A legtöbb vízi mobbal ellentétben a közelükben lévő gömbhalak felpuffadnak. Azok az axolotlök, amelyeket egy vizes vödörrel felvettek, majd újra letettek, nem fognak diszpónolni. Ha egy axolotlt tartalmazó vizes vödröt egy üllőben elnevezünk, az axolotl megkapja azt a nevet. Az axolotlök trópusi halas vödörrel csalogathatók és szelidíthetők meg. Szaporítás után egy kicsi axolotl spónol, valamint minimum 1, maximum 7 tapasztalatpont. Ezután a szülők nem szaporíthatók újra 5 percig, Petrock Editionben 1 percig. A kicsi axolotl 1-1200-hoz eséllyel lesz a ritka kék variáns, más esetben az egyik szülő színét fogja örökölni. A kék variáns csak szaporítással szerezhető meg, természetes módon nem spónol a játékban. A kicsi axolotlök követik a szüleiket és 20 perc után megnőnek. A kicsi axolotlök növekedése trópusi halas vödörrel felgyorsítható. Minden egyes vödörrel 10%-kal csökken a hátralévő idő. Ha a játékos elfog egy axolotlt egy vizes vödörben, kap egy advancementet. Ha a játékos megöl egy ellenséges vízimobot, amivel az axolotl épp harcol, kap egy advancementet. A Minecraft indító frissítési naplójában van egy kódolt üzenet, ami annyit jelent, az axolotlök nem azok, amiknek látszanak. Az axolotlök bemutatásakor látható volt egy zöld variáns is, ez azonban nem került be a játékba. A fejlesztők azt válaszolták, hogy nem mondhatják meg, miért nem került be a játékba. Az axolotlök kicsi szalamandrák, amelyek Mexikóban őshonosak és erősen veszélyeztetettek. A Mojang az axolotlök bekerülésével próbálja felhívni erre a figyelmet. A kék axolotlök spónolására azért csak 1 az 1200-hoz az esély, mert becslések szerint már csak ennyi axolotl él a vadonban. Ezt a kék variánst az egyik játékos javasolta, és valójában egy utalás Mudkip-re a Pokémon sorozatból.
a halottnak tettetés és a regeneráció képessége is az axolotlok való életbeli tulajdonságairól lettek mintázva. Mivel a való életbeli axolotlok nem adnak ki hangokat, a játékbeli hangjuk a partramászásukkor véletlenszerűen hallható csuklásaikból, böffentéseikből, valamint árszerkesztett kutyahangokból származik. 2020. október 3-án a Minecraft Live rendezvényen először kerültek bemutatásra az axolotlök. Az axolotlök 2021. június 8-án az 1.17-es verzióban kerültek be a játékba.